22 éves hagyomány, hogy az önkormányzat minden évben 11. hó 11-én ünnepli meg a kerület napját, hogy átadhassa a kerület legrangosabb elismeréseit. A Műegyetem Q épületében rendezett gálaesten elsőként az albertfalvi Gesualdo kamarakórus, majd a hátrányos helyzetű gyerekeket felkaroló Szuperár zeneművészeti program növendékei léptek fel. Az ünneplők ezután a Heller Farkas előadóteremben hallgatták meg az ünnepi beszédeket. László Imre polgármester először az önkormányzati ciklus indulására emlékezett, és arra, milyen ígéretekkel, tervekkel kezdtek neki a munkának. Mikor 2019. októberében az újbudai polgárok felhatalmaztak bennünket a kerület vezetésére, úgy döntöttünk, hogy Újbuda modellértékű kerülete lesz a hamarosan egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő fővárosnak. A polgármester úgy folytatta, a prosperáló, fenntartható és gondoskodó kerület terve szerinte a válságok ellenére realitássá vált. Megjegyezte, az elmúlt években semmilyen állami támogatást nem kaptak, elvonásokban viszont nem volt hiány. Nem ért egyet a rezsiválság megoldását a bezárásokban látó városok és kerületek gyakorlatával. Nem szabad megállni, haladni kell tovább, és erőinket koncentrálva túl kell élnünk ezt a nehéz időszakot. Miért? Mert minden, amit ma bezárunk, működésében felfüggesztünk, az már soha nem lesz olyan, mint korábban volt. Bősz Anett főpolgármester helyettes a gondolatot folytatva rámutatott, hiba lenne a háború miatt a kulturális életet ellehetetleníteni, hiszen a kultúra a társadalom építő ereje. Arra készülünk, hogy megmutassuk, hogy a kultúra sok mindenre képes. Többek között képes arra, hogy összekovácsolja a közösségeket. Összekovácsoljon embert és embert, jöjjön a fővárosból, a vidékről vagy határon túlról. Képes arra, hogy segítsen a gazdasági válságból való kilábalásban. És nem csak arról beszélek, amiről közgazdászként normál esetben beszélni kéne, hogyha be tudok menni egy színházba, amelyet megőrzött akár a kerületi, akár a fővárosi vezetés, akár a közönség ereje, akkor GDP-t termelek, hanem arról beszélek, hogy a kultúrán keresztül mindannyian megértjük és megérezzük, hogy holnap is van nap. Orosz Anna és Tóth Endre országgyűlési képviselők 11 pontban foglalták össze, miért jó Újbudán élni. Szinte minden adott ad ahhoz, hogy a hétköznapjainkban jól érezzük magunkat. Zöld terek, gyönyörű Dunapart, Gellérthegy, Feneketlen tó, Bikáspark, Sashegy, kaptatósétány és a gyönyörű történelmi épületeink. Itt egy pezsgő kulturális élet várja az itt élőket. Galériák, kávézók, kis műtermek, kézművesboltok, finom ételek, tehetséges művészek és nagyon változatos közösségi programok várják a kulturálni vágyókat. A kerület napján azokat ismerték el, akik teljesítményükkel, életművükkel hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, így mások mellett díjazták Újbuda kiváló építészét, pedagógusát, intézményvezetőjét, sportolóját. Újbuda díszpolgára lett Szegedi Ferenc építészmérnök, volt újbudai polgármester. A címet pedig posztumusz ítélték oda Matthias Gábor borásznak, a Matthias Hungaricum életműprogram egykori elnökének. A címet a díjazott özvegye Matthias Erzsébet vette át. Az eseményt Ónódi Eszter színművész zenei programja zárta.